Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből olvasom. Abban az időben keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel a kérdéssel küldte őket az Úrhoz. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? A két férfi Jézushoz érkezve így szólt, keresztelő János küldött minket és kérdezteti, te vagy-e eljövendő, vagy mást várjunk? Abban az órában Jézus sokakat meggyógyított különféle bajokból és betegségekből. Megszabadította a gonosz lelkektől, sok vaknak pedig visszaadta szeme világát. Jézus tehát ezt válaszolta nekik, menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Kedves tévénézők, kedves testvérek! Itt egy érdekes dolgot vehetünk észre Jánosnak a hitében. Még keresztelő János is ki van téve a megpróbáltatásoknak. Ma ott van bebörtönözve, és a börtönnek a magányában feltűnik neki is a szabadító, messiás képe, és ő is úgy gondolhatta, hogy hol késlekedik a messiás, aki megsemmisíti a gonoszokat, és megdicsőíti az igazakat. És ezért kérdezi meg, hogy talán akkor mást kell várjunk, mert úgy néz ki, hogy késlekedik. Jézus nem egyszerűen közvetve válaszolt neki, hanem bizony Izaiás próféta jövendőlését idézi fel, és mutatja meg a kérdezőknek, hogy mégis mi történik körülötte. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak. Vagyis biztos lehet benne János, hogy ő az, akinek el kell jönnie, ő a megváltó. De azt is hozzá kell tenni, hogy aki a földi segítséget vár a megváltótól csak, az valójában megbotránkozik Jézus viselkedésében. Tehát milyen értelemben is kell venni akkor a jövendőlést? Hát úgy, ahogy Jézus értelmezte, és azok nem botránkoznak meg benne. Amen.